Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a többiek nevében is, itt az Apcsalán. János 12-t fogjuk elkezdeni. Ugye múlt héten a 11-el fejeztük be, ahol Lázár feltámadását Jézus által olvastuk. Úgyhogy végül is ott fejeződött be a történet, hogy számunkra érthetetlen, meg a legtöbbek számára érthetetlen módon, ugye miután Lázár megjelent, és Jézus mondja, hogy engedjétek el, hagyj menjen, hagyj tegyen bizonyságot arról, hogy a 4 napos hulla is feltámad. Ezután sokan hitre jutottak, de ami eléggé nehezen felfogható, hogy egy része a szemtanúknak elment, és a farizeusoknak jelentette, hogy hát ez a helyzet, és akkor ezek után megbeszélték, tanácskoztak, hogy akkor hogyan lehetne ezt a Jézust eltenni lábaló, ha már ilyet tett, mert ugye ha nem vigyázzunk, akkor majd mindenki hozzá fog menni. Úgyhogy szerintem folytatjuk is, illetve hát 12-es részt akkor elkezdem olvasni. Jézus azért 6 nappal a húsvét, vagy hát pászka előtt ment Betániába, ahol megholt Lázár volt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek azért ott neki, és Márta szolgált felé, Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ő vele. Mária azért elővévén egy font igazi, de drága nárdosból való kenetet megkente Jézus lábait, és megtörölte annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskariótes Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandó volt. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ezt pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tesznek, vala elcsené. Mondta azért Jézus, hagyj békét neki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. Mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. Zsidók közül azért nagy sokaság értesült arról, hogy ő ott van, és oda mentek nem csak Jézus miatt, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. A papi fejedelmek pedig tanácskoztak, hogy Lázárt is megöljék, mivel hogy a zsidók közül sokan ő miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Talán ennyit, illetve felolvasom, mert ez ugye a Márk 14-ben, illetve a Máté 26-ban is le van írva, és egy kicsit hozzáad. Azt mondja, hogy még nézzük a Márk 14-et. Hát, hogyha az Android is úgy akarja. Igen. 2 nap múlva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe, és a főpapok és az írástudók tanakodtak, hogy csalárdsággal mi módon fogják meg és öljék meg őt, mert azt mondják vala, ne az ünnepen, hogy a nép fel ne zendüljön, mikor pedig Betániában a poklos Simon házánál volt, amint asztalhoz ül, egy asszony ment hozzá, akinél alabástrom edény volt, valódi és igen drága, nárdos olajjal, és eltölvén az alabástrom edényt kiönti azt az ő fejére. Némely pedig háborognak vala maguk között, és mondanak, mire való volt az olajnak ez a pazarlása. Mert el lehetett volna azt adni 300 pénznél is többét, és odaadni a szegényeknek, és zúgolódnak emiatt ellene. Jézus pedig mondta, hagyjatok békét neki, miért bántjátok őt? Jó dolgot cselekedett én velem, mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük, de én nem leszek mindenkor veletek. Ő, ami tőle telt, azt tette, előre megkente az én testemet a temetésre. Bizony mondom nektek, valahol csak prédikálják ezt az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. Akkor Júdás, az Iskariótes, egy a 12 közül elment a főpapokhoz, hogy őt azoknak elárulja. Azok pedig, amit meghallották, örvendeztek, és ígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig innentől fogva kereste, mi módon árulhatná el őt megfelelő alkalommal. Van egy hasonló szituáció, ami egyébként ugye nem ugyanaz, csak azért, mert nekem is néha összekeveredik, el kell olvasni a másikat. Ugye amikor itt azt írja, hogy egy, hát nyilvánvalóan volt leprás ez a Simon, mert hát a Lázár is úgy hivatkozik, hogy a halott Lázár, aki már nem az, meg hát ugye ott sok zsidó volt ott a vacsoránál, akik nem nagyon mutatkoztak együtt egy aktívan leprás emberrel, tehát nyilvánvalóan egy olyan ember házában vannak, akit már Jézus meggyógyított, tehát ő is egy ilyen bizonyság.
A másik esetnél pedig, ugye, amikor egy farizeus házába mennek, és ott pedig azt írja a Biblia, hogy egy bűnös asszony jött, és ugye a könnyeivel törölgette a lábát és csókolgatta. Itt pedig ugye Máriáról van szó, ugye Mártának meg Lázárnak a testvéréről, mert egyébként sok mindenben hasonlít a történet, az is egy fura jelenet lehetett, hogy egy mindenki által ismert bűnös asszony, itt beszélgetünk, és ide jönne, és így csókolgatná a lábamat, nyilvánvalóan fura lenne. Itt azonban ez egy másik történet, itt Jézusnak gyakorlatilag a baráti köre az, aki ott van, mert ugye meg is említi, hogy nagyon szerette Lázárt is, Mártát, Máriát, és nyilvánvalóan ez az ember is, aki a letrában megtisztult, elég hálás volt neki. Tehát ebben a közegben van Jézus, és itt történnek ezek az események. Aztán gyakorlatilag ez az utolsó napok egyike, ahogy látjuk, mert itt azt írja, hogy ugye 6 nap van még a pászkáig, ugye, ahol elárulták. És nekem csak annyi jött így érdekességképpen, hogy nem tudom, hogy ennek mennyi köze van a valósághoz, de hogy nyilván Júdás tervezte már ezt korábban is, meg vívódott ezen, hogy most Jézust elárulja, nem árulja, mert ugye a másik helyen azt írja, hogy már belement a sátán, amikor ugye azt hiszem talán a Mátéban írja így, de hogy itt konkrétan van egy ilyen konfliktus is, ugye, hogy ő piti bűnözőként azon gondolkozik, hogy ezt a nem tudom, körülbelül 4-5 hónapnyi keresetnek az ára ez, hogy ebből ő mennyit tudott volna ellopni, ugye Jézus pedig nyilvánosan megfedi a többiek között, és akkor ilyen kvázi duzzogva, akkor na most már úgyis ezen gondolkoztam, hogy valami hasznot, pénzt is szerezzünk belőle, hát úgyis hát az Isten fia, akkor majd gondolom majd kiszabadítja saját magát, én legalább megnyerek egy kis pénzt, na akkor most jól elmegyek és megmondom, tehát hogy döbbenetes, hogy valaki, aki tényleg 3 évig együtt jár Jézussal, és ott van, és nem különbözteti meg az írás, amikor azt mondja, hogy felhatalmazta a 12-t, vagy a 70-et, és kimentek, és visszajöttek, hogy minden történik, akkor Júdást nem különbözteti meg, hogy kivéve az Iskariótesnél, őnála nem gyógyultak a betegek, nem mentek ki a démonok, tehát átélte egyes szám első személyben a kenyérszaporítást, mindent, és tehát hogy lehet valaki ennyire, nem tudom, ez a, de igen, tehát hogy hülye vagy. És nem tudom értelmezni azt, hogy valaki hogy tud ilyen módon vak lenni, és ugye az evilág Isten, ugye meg nem is tudom, hogy fogalmazza Pálnak ikemben. Igen, megvakította őket. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy Jézus egyébként ugyanúgy bánt vele. Nekem ez mindig példa, pont beszélgettünk a Lacival ma egy bizonyságra, amikor valaki megtudta, hogy őt néhány ember hívő ember, és más hívők átkozzák, és nyilvánosan mindenféle módon, hogy ő hamis tanító, így úgy amúgy. Mindegy, és akkor a Szent Szellem megmutatta neki, hogy ezeket az embereket mennyire hasznosak, mert ők mint egy fazekas mester őt alakítják, és milyen jó lesz, és akkor amikor ezt így megértett, ezek nem hagytak semmit, abban én elkezdtem őket áldani. Tehát, hogy Jézus is semmilyen módon nem vonta meg az ő áldását, az ő elhívását attól az embertől, viszont másik oldalról ez azt is bizonyítja, hogy az, hogy az Isten ajándékai működnek valakinél, az nem sokat. Tehát abban nem vonhatunk a következtetést, hogy ő Istennel milyen kapcsolatban van, mert az Isten ajándékai azok attól ajándékok, hogy nekem semmi közöm hozzá. Nyilván a jellemem, hogy az mennyire öltöztem fel én a krisztusi jellemet, az árulkodik arról, hogy intim kapcsolatban vagyok-e vele. Mert ugye, ahogyan Júdás itt viselkedik, illetve hát többször, és végül, hogy el is árulja Jézust, az árulkodik arról, hogy nem sok köze volt hozzá, hogy Jézus mondja is máshol, hogy ugye hát nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy majd be, hanem csak aki az én atyám akaratát cselekszi, és a gyümölcsékről ugye meg tudjátok ítélni, ott Máté 7-ben talán valahol ott a környékén mondja. Tehát, hogy ez csak egy ilyen, nem tudom, nekem egy tehát több oldalról érdekesség, de ami nekem szólt ezzel kapcsolatban, hogy ne nagyon... Tehát, hogy Jézus nem attól, mert tudta, hogy valaki hogy elárulja őt, és hogy nem fogadja az ő szeretetét, attól ő, mivel maga a szeretet, nem változott meg, és nem volt képes másképp viszonyulni azzal, akiről látta, hogy lepattan róla a szeretetnek, az elhívásnak, a törődésnek, a figyelemnek, a szeretetnek minden egyes mozdulat, és teljesen kemény a szíve. Hogy mi is ilyen módon tudjuk, én magamra mondom, tudjam az embereket kezelni, mert lehet, hogy ő maga nem fog soha megváltozni, de a másik 11
biztos, hogy gondolkozott ezen utána, hogy tehát végig tudta, hogy el fog árulni, és egyszerűen semmilyen különbséget nem tett Jézus Júdással, tehát negatív megkülönböztetés. Nekem most ez volt itt hirtelen, ami eszembe jutott, de mondjátok, ha van. Gyula is már leparkolt, úgyhogy mindjárt itt lesz közöttünk. Két gondolat jött fel közben, miközben mondtad, pont a dicsőítés alatt beszéltük, hogy János volt az, aki azt mondta, hogy hát tizet kérjünk Samáriára, tehát hogy azért ő is elég nagy handicappel, vagy hát úgyhogy is mondja, elég érdekes személyiséggel. Érzem intelligenciája neki sem. Igen, tehát hogy azért nem tudom, egyébként az angol Bibliám azt írja, hogy bármikor, amikor akart, akkor elvett abból a pénzből, amit egyébként Jézusnak adtak. Tehát az enyém azt írja, hogy bármikor, tehát hogy sokszor elvett belőle. Tehát hogy én azt láttam, vagy azt tudnám párhozomban, hogy tulajdonképpen most, jó, hát hevesebb volt a János, és hogy tüzet akart az emberekre kérni, de hogy valahogy ugyanannan indultak, de hogy a kettő között azért az egy hatalmas különbség, hogy a János végül aztán megtalálta a Szent Szellemet, és meg is ezt egy gyönyörű evangéliumot, és hogy végigolvastuk szerintem itt hétről hétre, párszor itt voltam, egy gyönyörű evangélium, amiből úgy áradna a szeretet. Tehát, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy ez az ember még pár évvel ezelőtt azt mondta, hogy öljük meg őket. Igen. Én számomra csodálatos ezt végig gondolni, hogy a Szent Szellem így meg tudta változtatni, és azt látom ebből, hogy ahogy Jézus türelmes volt Jánosra, és a Júdásnak is az utolsó pillanatig volt lehetős, vagy lett volna lehetősége arra, hogy azt mondja, hogy nem, mégse, és tehát Jézus nem csinált ebből problémát, hiszen végig tudta, hogy ez az ember becsapja őt, és el is fog járulni, de nem vonta meg tőle a lehetőséget. Ez számomra hatalmas kegyelem, hogy tényleg az életünk utolsó pillanatáig van lehetőség azt mondani, hogy akkor mégiscsak. És az milyen jó, hogy én azon gondolkodtam, ez, amit mondtál, hogy ott jártak, keltek, kettes éve kimentek, gyógyították a betegeket, stb., hogy ez nem tudta megakasztani Istennek a munkáját. Tehát az, hogy most ott egy tolvaj kivesz mindig. Vannak világszerte a szolgálók, akik úgy kezelik az adakozást, hogy az bármikor kivesznek belőle, így vagy úgy. És ettől még a Szent Szellem nem vonja vissza magát, hogy megválhatatlanak az Isten ajándékai és az ő elhívása. Nem egy jó tulajdonság. Hát a János is, hát a mama is oda ment Jézushoz, hogy a két fiamat, na. Mégiscsak. Jobbra-balra. Mindent bevetettek, tehát alapvetően volt bennük egy ilyen ambíció, még az igét is ismerték tényleg, tudod, hát illés, akkor, és tényleg ezeket a izéket, jó, hát nem tudjátok, milyen szellem van bennetek, ott már szólt nekik, de tényleg a Júdásnál semmiről nincs szó. Tehát ő nem tudom, hogy tudta-e, hogy tudják, vagy hát biztos tudná. És nem lett levágva, hanem hagyd nőjön, megkapálom, megtrágyázom, érted, ki tudja, mi lesz belőle. És a János Péter mindig mondta, hogy én, igen, meg lesz, aztán ő árult el. Aztán persze megtért. De a János az meg végig ott volt, érdekes, őt nem fedezték fel. Őt sose fedezték fel, tehát nagyon be volt ágyazva valahogy. És úgy változott meg, hogy ki tudja, hogy mikor, de nagyon. Szerintem, de akkor nagyon. Hallottam valakit, mondta egy ilyen, nem látomás, hanem ilyen elragadtatásban, hogy beszélt az Úrral, és akkor mondta, hogy az Úr neki, hogy a legjobban a szeretetem, mert csak ebben nyilván is le van írva, a János ismerte meg az összes közül. Tehát beleértve Pált, meg mindenkit. Azt mondja, nem is tudom, mivel kapcsolatban volt, csak ez úgy megragadott, hogy a Pálnak a legnagyobb kijelentések Pálnak adottak, de a szeretetemet azt mondja, a János ismerte meg legmélyebben. És egyébként szerintem amire az embernek leginkább vágynia lehet, vagy kell, vagy nem kell, nem így, hogy kell, hanem tényleg ez, mert onnan aztán kinő minden. Állítólag, bár azt nem tudom, hol vannak leírva, de annak leírva, hogy már nagyon öreg volt, lerakták valami csörcsbe, ott annak idején. János, igen. Johnny. És annyit mondott, hogy szeressétek egymást. És úgy kiáradt a Szentlélek, hogy meggyógyultak, tehát nem kellett nagy bőlére ereszteni. Azt mondja, ebben az igében, hogy szeress fel a barátodat, magad, ebbe teljesen meg az Urat.
ebben a két dologban teljesedik be a törvény. Ez a törvény és a profita. Tehát onnantól kezdve, amikor ez valóság, és kijön az ember szájából, és az is van benne, nem csak azért verbálisan, hanem az jön vele, akkor az összes többi az ilyen melléktermékként úgy... Na mindegy, ez nekem nagyon vonzó. És én kifejezetten nem szeretem, hogyha tudom valakiről, hogy ilyen nagyon simis. De úgy, hogy mondjuk hazudozik nekem. De nem azért, mert hogy nekem, csak egyáltalán, hogy most mire jó ez. Viszont Jézus meg annyira fajn volt, hogy hát tudta, hogy végig hazudik. És ott van, mint amikor a családját az ember nem tudja megválasztani, a testvérek úgy születnek. És ez egy jó példa, hogy egy tisztán ördögi figura ott van a 12 között, tehát egy 8%. Tehát az még bőven kezelhető mérték. Tehát hogy kézifék, ha annyira van behúzva, azzal még... Igen, tehát hogy egy gyülekezetben van, mert tudod, aki mondja, hogy az is mit csinál? Hát és akkor mit csinál? Akkor megáll? Hát ha itt nem állt meg, akkor most miért kéne megállnia? Tehát az a lényeg, hogy mire nézek, hogy jaj, ott egy gödör, jaj, nehogy kitörjön a kerék. Tehát előre kell nézni, amerre menjünk. Aztán aki bújt, aki nem úgy, hogy ha azért akkor dögölj meg, nem úgy, aki bújt, hanem hogy az vonzó, amikor látsz magad előtt valami, az irányt látod. Tehát, hogy merre kéne, mert nem az, hogy mit nem, hanem hogy mit igen. Mit igen. Az sokkal, sokkal jobban magával ragad. A példa, mint a gyerekeket és a szülőket, ha látják, ahogy viselkedni, azt teszik le, nem a mondást. A mondást azt meghallgatják, de amit csinálnak a szülők, az úgy megvan. Egyszer valaki mondta, hogy nem olyan leszel, mint a... Szia, Gyula! Hátulról jött. Úgy bejött. Bár nem hátulról, de... Hogy mondta valaki, egy szolgáló, nem is tudom a nevét már, azt mondja, bármit mondhat a pásztorod, egy gyülekezetekről beszélt, szóval nem olyan leszel, mint amit a pásztorod mond, hanem amilyen a pásztorod. Tehát az sokkal ragadósabb, sokkal nagyobb hatása van. Pozitív, negatív értelme egyaránt, tehát ezért nagy felelősség, ugye... Hát már Jézus is egyébként azt mondja, hát hogy szintén, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, tehát úgy azzal tudod az embereket megnyerni. Az, amire igazából oda jönnek, hogyha látják az életedet, ugye azt mondja, hogy jó cselekedetek, és azért az Isten dicsőítik, pláne ha valaki Isten nevében cselekszik, és egyébként szerintem kívülről is, meg ahogy mondod, belülről is, ez a legnagyobb ilyen megütközést ez okozza, hogy hát én magam is messzeföldről is, meg közelről is láttam a hívő életem során bőven arra példát, hogy valaki pozícióban van, vagy éppen működnek is a dolgok, és leri róla, hogy elvtelen, hogy olyan módon viselkedik, ahogy tényleg más is azt mondja, hogy gyerekek, hát ha ez, akkor nem áll. És ez tényleg egy nehéz kérdés, mert Isten nem úgy lát minket, ahogy éppen tartunk. Ugyanakkor viszont nagyon határozottan, tehát hogy ha megnézzük, hogy Jézus meg Pál azért értették a kegyelmet mindketten, és ők viszont nagyon, nagyon következetesen és radikálisan külön választották azt, hogy ki az, aki tehát aki Istent megérti, aki Istent ismeri, annak ugye úgy kell járnia, pont János mondja, mint ahogy a nő. Tehát hogy nincs az a fajta, hogy mondjam, hát emberek vagyunk, én is hát bunkó vagyok, talán fogadjatok így el, én nagyon lentről indultam, hát lassan haladok, mert ez persze lehet, ugyanakkor nagyon erőteljesen kifejezik azt, hogy Jézus is ugye, hogy ki a világ, és kik az én választottaim, kik azok, akikhez beszél például Jézus, amikor a hegyi, vagy a János 17-ben majd egyszer valamikor oda jutunk, ugye a főpapjában, amikor mondja, és végig lehet ugye követni, ahogy mondja, hogy nem most a világért, mert az egész világot ugye kivásároltam a bűn fogságából, de nem mindenki élt vele, hanem aki engem választott, és aki ugye, mint a szőlővessző a szőlőtőbe beletoltva, hogy értük. És ugye az ilyenekre pedig ugye Pál is folyamatosan mondja, hogy ugye hát nem azt mondja néhány helyen, hogy mint ahogy én Jézus, ti kövessetek engem. Tehát, hogy nem, nekem nagyon, nagyon tetszik egyébként, hogy amellett, hogy a kegyelem ott van, és az nem a cselekedeteink alapján, ahogy éppen tartunk, bánik velünk, de a kegyelem viszont azt mondja, hogy képes vagy úgy járni, mint Krisztus. Tehát nem kell megmaradni, és nem kell... Érdekes, mert az egyik részről nekünk azt mondja, hogy ne törődjetek azzal, hogy ott a Judás,
De Júdásnak meg azt mondja, hogy figyelj, hány lehetőséget kaptál? Hát velem voltál, együtt éltünk, és itt is Jézus, most nem is tudom már pontosan melyik résznél, mindegy pár akkorában mondja, hogyha nem jöttem volna, és nem tettem volna azokat a cselekedeteket, ugye akkor nem volna bűnük, így viszont nincs mentségük, mert ugye mindent láttak, átélték az én szeretetemet, a gondviselésemet, stb. És ezért ugye már nincs mentségük, most nyilván azt azokra mondja, akik ugye folyamatosan nem engedtek a fiúnak, ahogy ott mondja, a János talán 3-ban, de hogy akik mi viszont újjászülettünk, mi viszont teljes mértékben ugye a régi elmúlt, és egy új természetünk van, és a Krisztus természete ott él bennünk, tehát mi számunkra viszont az az üzenet, hogy a jó cselekedeteinkkel tudunk tényleg világítani. Tehát, hogy amikor mi ugyanabban a présben vagyunk, mint a szomszéd, meg a munkatárs, akkor lehet, hogy tehát valahogy én magamon is azt érzem, meg sokunkon, hogy valahogy mindig azért imádkozunk, hogy szűnjön meg a probléma. Nem azért, hogy a problémában meglátszódjon, hogy mi mások vagyunk, és hiszünk abban, hogy igen, a probléma egyébként meg fog változni, de sokkal fontosabb, hogy én ugyanabban a problémában hogyan reagálok, ezt látja a környezetem, és azt mondják, hogy Úristen, te veled mi van? Te neked mit van? És akkor hitelesen tudok bizonságot tenni, mint hogyha egyébként az élet engem ugyanúgy megcsavar, és teljes mértékben ugyanúgy reagálok, mint az, aki vallja, hogy nincs Isten, és tagadja a létezését. Én meg 21 éve újjászülettem, és mondjuk effektív ugyanaz a reakcióm. Tehát, hogy nem, tehát sokkal több van ebben, de egyébként, ha meg látok valakit, aki velem együtt, vagy előttem jár, és látom, hogy teljes mértékben gáza, hogy mondjuk viselkedik hívőként, akkor nekem viszont az az üzenet, ami úgymond az ellenkezője, hogy Krisztus láss benne, és te is azt láss benne, hogy Isten megváltotta, és mivé fog ő kinőni. Mi az, amit tudsz? Mi az, amit hiszel? Mi az, amit tudsz? Miben vagy tudatos? És onnantól kezdve azok fogják dominálni a cselekedeteidet. Tehát nem mindegy, mire szület szóljál. És egyébként meg, ahogyan... Már úgy, nem mindegy, hogy mire szület szóljál, úgy érted, hogy mit értesz meg abból? Mit tudsz abból, mondja, amit, tehát, amikor megtérsz, akkor milyen igazsághoz térsz meg a teljes igazságból. Hogy utána még mennyit kell kecsöljél, tehát ez a... Most mindenen megvan, ha nem mondtuk-e az egészet, mert mi magunk se tudjuk, tehát ezért nagyon veszélyes ez a dolog, és akkor, hát akkor most meg elkezdődik. Eddig nem úgy harcos az életed, de most Jézus nevében olyan harcos lesz, olyan terhet teszünk rád, de hogyha tudod az igaz, tehát minél közelebb vagyunk Jézus visszajöveteléhez, annál jobb megtérni, annál kevésbé hat rád a középkornak az üldöztetése. Tehát annál teljesebb evangéliumot tudunk. Mert az a helyzet, hogy a megtérés az nem más, amit csinálunk naponta is, ami a metanoiázás, tehát az új fölismerés, amikor a teljes igazságból leesnek igazságok. És annál felszabadultabban indulsz el a teljesből, minél inkább a közelebbi teljeshez merítkezel be. Tehát nyilvánvalóan boldog, akik bemerítkeztek ezelőtt, mit tudom én, 20-30 évvel, és hát sajnos most kezdett derengeni a kegyelem, amikor ő maga az. Tehát a kettő között lehetett valakinek terhelt időszaka is, és ez ugyanúgy most is visszaugorhat rá, vagy rá lehet ugrasztani. Tehát ez nagyon fontos, hogy azzal ne terheljünk meg senkit se, és ezt tényleg tudatosítsuk, hogy ez nem tőlünk van, nem mi csináljuk, és ennek, ahogyan mondtátok, ennek egy észrevehetetlen automatizmusnak kell lenni. Motor nem izgul azért, hogy legyen kipufogó gáza. A fa nem izgul azért, hogy gyümölcse legyen, és nem próbálja megteremni. Viszont ő nem tud kijönni a genetikájából, tehát egy akácfa az mindig akácvirágot fog hozni, különben az perverz, amelyik hozza a narancsot. Tehát azt azonnal azt mondja neki, Jézus, azonnal pusztulj el. Tehát te nem az én teremtésem vagy, te valami koholmány. De nem rendeltetésszerűen teremsz. Mi azt szerint tudunk teremni közel a rendeltetéshez, amit tudunk és ismerünk. És ezért fontos, és így már nem vádlás alatt firtatod az igazságot, hanem örömmel keresed, mint egy édes mézet, és akkor néha így felugrasz, hogy hú, de jó. És akkor az valamilyen
misztikus módon, és ez tényleg egy misztikum, tehát ahogy bejöttem és így Lacit hallgattam, meg mindjárt még egy kört, mert mondom, nem láttam még sosem a lovas kurzusomon, de teljesen úgy beszél, mint ahogy ott, mert ott arról van szó, hogy én technikát taníthatnék, az a vallásos cselekedet. És azt Isten nem is akarja, hogy ő nélküle csináljunk, mert az perverz. Azt nem is akarta, az a farizeusság a levegőbe lógnak, és nem rajta. Ő nem akar hasonló cselekedeteket, ő azt akarja, hogy ő jöjjön át rajtunk. Izzadság nélkül. Mert a keresztény életet egy könnyed, salomos életnek kell, hogy legyen. És így útközben most, ahogy jöttem, így azt éreztem, hogy hát ebből nem több békét akarok, hanem újabb megértéseket, hogy több békét éljek meg a békéből, ami van. Több békét nem kell, hogy kérjek. És a diákoknak is hiába, tehát mondtam, hogy engem ne utánozzatok. Ha valamit láttak, felejtsetek el mindent, és hagyjátok, hogyha szintetizálódjon belül, amire mi azt mondjuk, hogy a Szent Szellem majd eszedbe juttatja, és automatizmusokat fog kihozni belőled azt, amit te tudsz Jézusról, amit te tudsz magadról. És ezért nem azt kell súlykolni, mint nem, hanem azt az egyet kell nagyon tudjad, hogy ki vagy, annak ellenére, amit addig a világba, a családodba, a gyerekkorodba, az iskolába, a szocializáltságot szerint súlykoltak, és ami lecsapódott az elmédbe. És mert Jézus is jött az igazsággal, a hazugsággal szembe. És minél több igazságot kell tudjál meg, hogy ki vagy, és abból nem szabad engedni. Azt meg nem azt kell, egyszerűen tudatosítani kell magadba, hogy igen, te ez vagy. És nem az ellen kell imádkozni, mi nem vagy, mert az nem ér semmit. Jézus mindig csak egy igennel válaszolt a nem helyett, és az igen, az ő igenje mindig nagyobb, mint a nemek, amivel támad a másik oldal. És az volt, hogy azzal nem érek semmit, hogyha én megtanítom nekik, hogy így tartsátok. Mondom, azok a cselekedetek, én észre sem veszem, hogy azt csinálom, ami hatékony, mert a gondolkodásomat követem, figyelve arra, hogy mit kell cselekedjek, de nem a cselekedeteim vezérelnek. A cselekedeteim azok eredők, azok jönnek, és annak lesz egy egyensúlya, egy kellemes vége, és ezért mindig azt mondom, hogy a gondolkodásotokat kell megváltoztatni, én ezért inkább beszélek arról, ami az elvem, ami az idea, az megváltozik, és azt veszitek észre, mert csak X technikát tudok nektek megtanítani idő alatt, és azt hazaviszitek. Azzal viszont nem fogtok tudni minden helyzetet kipipálni, nem tudtok. Nem tudtok. Az arra a 2-3-ra alkalmazható. Ami soha nem lesz újra. Ami sosem lesz újra. És ráadásul ez az egészből jött pont arra a szitura. De neked az egészet kell tudni, hogy átalakul a gondolkodásod arra, aki vagy, és egyszerűen úgy vagyunk kialakítva, hogy abból te nem azért akarod cipelni a cuccokat, mert azt mondják, hogy jó, és vegyed ki a nagymamának a kezéből, mert akkor te most nagyon jót fogsz cselekedni, mert az terhes lehet, hanem egyszerűen nem tudod nem, és ez a nagy megváltoztatott dolog. Nem tudod nem csinálni. Azt veszed észre, hogyha meg lehet szállva a másik oldaltól, nekünk meg ugyanúgy meg kell szállva lenni a Szent Szellemtől, aki vezet minket jó cselekedetekre, amik elő voltak készítve. És hogyha ez egy nagyon nagy kiimádkozós dolog, akkor nem igaz az, hogy elő voltak készítve. Ezen az egészen olyan könnyedén kéne menjünk, hogy eközben mi épülünk és nem lelakódunk. Akkor inkább le kell ülni egy picit, pihenni és várni. Várni. Egyébként az egész, szerintem az egész abcselhez, magához az apostolok cselekedeteihez, de a Jézus csodáihoz is, ugye, amit sokszor mondunk, hogy kétszer nem csinálta ugyanúgy. Így van. Valószínűleg pont ez az, hogy ugye a mindig, és ez látszódik egyébként, például ha megnézzük az Izrael népét is, hogy végigélik a csodákat, végigélik a, már csak a tizet, a pászkát, a ketté válik a tenger, minden, és az egyes cselekedetekből, az egyes csodából ők sose kötötték össze, hogy akkor ebből kirajzolódott az Isten személyisége. És akkor az a következő szituációban, amikor valami olyan probléma, amit még egyébként soha nem láttunk, akkor már tudjuk az előző, nem tudom, 20 eseményből, hogy az Isten gyakorlatilag teremt, és ha akar, akkor ketté nyitja, hoz keleti szelet, meg nem, bármit, akkor ez is meg lesz. Ők mindig csak egy cselekedetet megláttak, a következő, hát most mi lesz, menjünk vissza. Igen. Mert mindig az egyes cselekedetre koncentráltak, és Jézus
ugye ez az, amiről sokszor beszélünk, hogy nem engedte, hogy megpróbáld leutánozni, hanem, igen. Hanem és hogyha és ez nyilván sokszor az embernek kihívás, hogy úgy olvasni a Bibliát, hogy ugye azt a kijelentést lemásolni, ami Jézusnak volt, azt a kijelentést, amiből Pál cselekedett, meg azt a kijelentést, amiből a többiek cselekedtek, és akkor ugye neked jön a saját életedben, és egyébként csak azt tudod átadni. Ez nekem például a Szent Szellem sokszor szólt ezzel kapcsolatban, ami nyilván most egy személyes dolog, mert hogy szoktam beszélni az Isten dolgairól kisebb-nagyobb közönség előtt, hogy soha nem merjek olyanról beszélni, ami az én életemben nem terem gyümölcsöt. Mert én most elolvasok egy igét, meg elolvasok egy kommentet, és ó, de jó. És hogyha az a cél, hogy elkápráztassam a hallgatóságot, hogy mekkora fain igazság, akkor tök jó, de akkor egy gyakorlatilag egy halott információt, egy felismerést se osztok meg, és az annak annyi lesz az eredmény, hogy hú, de jó volt a prédikáció, ha viszont amit én már gyakorlatba ültettem, amit én már megértettem, alkalmaztam, és az Isten szerinti gyümölcsöt teremte, azt lehet, hogy ez sokkal egyszerűbb, és nem akkora kunszt, azt elmondom, akkor hitből az tényleg egy ugyanazt az eredményt fogja ott azon az oldalon is hozni, amit nálam hozott, és ez egy elég nagy szűrő egyébként, és milyen érdekes, hogy itt, ha megnézzük Mártát meg ugye Máriát, akkor azt látjuk, hogy Márta, tehát hogy amit mondtál, hogy az ember így is úgy is azt csinálja, ami a hite, csak ezt magának se vallja be sokszor. Igen. Hát én hittem, imádkoztam, mégse történt meg. Ugye ez netes, mert valamiben biztos hitt az ember, egy általános hite, de Jézus ezt rövidre zárta, hogy ha hiszel, akkor a hegy elmozdul. Ha nem mozdul, akkor a látásod még nem tiszta, nem gond, tisztíts tovább. De ugye ő nem nagyon adott ebből kibúvót, és ugye itt azt látjuk, hogy amikor Márta oda megy, és Jézushoz ugye itt a 11-ben Lázárnál, és persze majd feltámad így úgy, de akkor mondja Jézus, hogy a gördítsétek el, akkor azon, aki jó, de hát szaga van. Tehát teljesen mindegy, hogy ő addig mit mondott, amikor oda kerül a dolog, hogy menjünk be a négy napos hullához, akkor Úristen szaga van. Itt viszont Mária az ellenkezője, Jézus beszél már fél éve arról, hogy ő meg fog halni, de feltámad, senki semmit nem vesz le. Mária az egyetlen, aki, hát akkor eljött az óra, akkor hozzuk a kenetet, és akkor megkenjük, mert ő az, aki meg fog halni. Mert most itt van a Pászka, és nem sokára fel fogják áldozni. Tehát ő lehet, hogy ő nem beszélt olyan sokat, csak ült ott Jézus lábánál is hallgatott, de úgy tűnik, hogy a nagy kijelentés az mindenkit elkerült, ő volt az egyetlen, aki levette, ahogy Jézus mondja is, hogy hát nem igaz, hogy a felhőállásából tudjátok, hogy holnap milyen idő lesz, de az idők jeleit nem veszitek le, és ez a drága hölgy, ő pedig a cselekedetével bizonyította, hogy én értem. Tehát, hogy ez egy tök fontos dolog szerintem, hogy az ember magának is legyen őszinte, hogy az életemben, ez egy faramúci dolog, mert sose arra nézek, hogy pillanatilag mit érek el olyan szempontból, hogy az identitásom nem változik meg, de én magamnak vissza szoktam, hogy mondjam, ellenőrizni, hogy mennyire vagyok abban a salomba benne, mert a reakcióimból én magamnak is le tudom mérni, és ha azt látom, hogy fú, hát ez marhára a salomból jött, akkor semmi gond, nem vádolom magamat, meg remélem más se, de mindegy, vádolhat. Ha igen, akkor neked. Igen, de akkor viszont tudom, hogy nem az Úr szuverenitására fogom, meg a minden egyébre, hanem visszamegyek a salomba, hogy a reakcióim azok jók legyenek. De például Péter, vagy Pál apostol is ugye fontosnak tartotta azt, hogy például kipróbált emberek kerüljenek pozícióba. És ugye mit jelent az, hogy kipróbált? Hát az, hogy megélt már rengeteg szituációt, és alkalma volt, amit elméletben tudott, az gyakorlatban megélni. És akkor már tényleg kipróbált. Hallottam a Bibliózónak már egy jó mondása, hogy a koncepció akkor válik kijelentés, amikor már a cselekedetedet az motiválja. Tehát ameddig te mondasz valamit és vallod, hogy hát persze az úgy van, de az ellenkezőjét teszed, akkor ez tök jó, haladj azon az úton, igen, olvasd, mert a hithallásból van, de akkor még nem a döntésedet, még nem az motiválja, és tényleg az embernek el kell jutnia oda, és azt meg csak úgy lehet, hogy az Istennel vagy közösségben, sehogy másképp, hogy engedjük, hogy a döntésünket is már az motiválja, az az igazság. Tehát úgy abból indulok ki, hogy meg fog történni az, amit Isten azt mondja, hogy meg kell történni.
egyetetek azzal, hogy Isten az, aki munkálja a csatzakarást és mindent. De hogy valahogy, legalábbis engem nagyon sokszor Isten arra vezet, hogy pont a szabad akaratom miatt hihetetlenes szabadságom van. És hogy ezért viszont a döntéseim azok nagyon fontosak. Tehát, hogy egyrészt ott van, hogy Isten munkálja az akarást, de hogy a döntés az az én felelősségem, és hogy itt jönnek be azok az igények, hogy aki cselekszi, az az, aki szeret engem, aki cselekszi az én akaratomat, és a többi most is sorolhatnánk végig az összes ilyen igényt, és hogy nem tudom, hogy jól érzem, de én úgy érzem, hogy ez valahogy kettősségként működik. Tehát egyrészt ott van az eszméletlen nagy kegyelem, másrészt viszont ott van az, hogy Isten féltékenyen szerető Isten. És hogy azt akarja, hogy ő legyen a legelső az életemben. És minden más, ami esetleg ezt az első helyet elfoglalná, azt előbb-utóbb arra rávezet, hogy ezt úgy tényleg kéne tenni, át kellene adni, és senki és semmi nem lehet első az életedben, mint én. És a Heidi Baker jutott eszembe, hogy nekem az volt egy sorsfordító, egy pár évvel ezelőtt, amikor egyszer meghallgattam egy olyan prédikációt, aminek az volt a címe, hogy radikális hit, radikális szeretet. Biztos ismeritek. És döbbenetes volt visszahallani tőle azokat, amiket nekem is Isten mutatott akkor, és hogy igazából ez egy nagyon félelmetes lépés, amikor azt mondod, hogy bárhova, bármikor, bárhogyan, bárkivel, bármit, és amit te akarsz. És mindent elengedek, és mindent feladok, és nincsenek saját terveim, és semmi más nem akarok, csak a te akaratodat, és radikálisan ezen az úton akarok járni, mert tudom, hogy nekem az a legjobb. Hogy erről mondtok valamit. Tehát, hogy ez a kettőség azért, ez egy nagyon komoly felelősséget is ráknánk, én úgy érzem, mert hogy csak azért, mert néha úgy érzem, hogy ezzel egy kicsit így elkendőzzük a mi felelősségünket, abszolút. Hogy majd az Úr megteszi, nekem nem kell változnom, nekem nem kell törekednem ahhoz, hogy jó döntéseket hozzak, hogy előrébb küljek, és közben meg ott van ez a része is. Igen, hát... Tehát a megtérés az 180 fokos. Elfordulást jelent, nem pedig azt, hogy kicsit idatítok. Jézus nagyon sokat, de nem csak Jézus, mindenki. Tehát Jakab is mondja ugye a cselekedetekről a levelében, hogy hát nem lehet külön választani a hitedet a cselekedetektől. És van egy ige, ami ugyanez a téma, amiről nem szeretünk beszélni, a Zsidókhoz írt levél 11. részében azt mondja, ugye, hogy aki Isten elé jár, annak hinnie kell, hogy Isten létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És ez a szó, amit megjutalmaznak használunk, ez képzeljétek el, ez azt jelenti, ami oda van írva, azt, hogy megjutalmaz, konkrétan, hogy díjaz, bért fizet, megfizet. Tehát nem az eredmény a cselekedeteitől függetlenül, hanem a cselekedeteitől egyenlenesen arányosan. Tehát az Isten szeretete, az nem függ az én cselekedetemtől, de az Isten, az, hogy mi az Isten képére és hasonlatosságára vagyunk megteremtve, az igenis azt jelenti, hogy Isten meg akarja nekünk adni azt az örömöt, hogy ott van az egy fa, választhatsz. Van egyébként 10 000, ami jó, egy van, aminek csak az az értelme, hogy te, mint egy intelligens, szabad akaratú lény, meg vagy jutalmazva azzal a lehetősége, hogy a döntésednek legyen értéke. És kaphass jutalmat, és éld át azt, hogy én dönthettem volna úgy, ami nem jó, de úgy döntöttem bizalomból, hogy így, és ennek látom a gyümölcsét. És egyébként szerintem ez egy fontos dolog, mert a hát Jézus számtalan dolgot lehetne szintén a hegyi beszédben, amikor mondja, hogy hát ugye esett az eső szél neki, és stb. És azt mondja, hogy a molonnak ahhoz hasonlítom, aki hallja, de nem csinálja meg. És bősnek, aki megcsinálja. Vagy amikor ő elmondja a beszédeit, és akkor mondja egy valaki bekiabál, hogy áldotta ugye a nem is tudom, az asszonyok kiordott, meg az emlők, akik szoptattak, és akkor mondja Jézus, hogy nem, vagy inkább áldott az, aki hallja ezeket, és meg is cselekszi. Tehát, hogy a cselekedeteink maximálisan egyetértek ezzel, sokszor mi úgy csinálunk, mint hogyha tőlünk függetlenül így is úgy is megtörténne az Isten akarata. Ez majd az új ég, meg az új föld időszakában, amikor Jézus itt lesz, és már idézőjel nem rajtunk fog múlni, hogy mint egy szűrő mennyire, hanem ő közvetlenül, ő az, aki ugye az új szövetség közbenjárója, ő kötötte az atyával, és ő majd mindenben megteszi az akaratát, és akkor majd igazság lesz ugye ebben a világban. Addig viszont
én legalábbis azt látom, hogy olyan mértékben tud az Isten ezen a földön uralkodni, amennyire mi megértjük és megtesszük. Tehát, hogy ez egy olyan fajta felelősség, bizalom, kitüntetés, én nem tudom mi, amiben van szerintem nekünk az az örömünk, hogy ugyanúgy megint csak a gyerekeimmel tudok jönni, mert hát Jézus találta ki ezt a példát, nem mi, hogy a gyerekhez, hogy a gyereknek az meg, tehát különbség van a között, hogy szerencsétlen vagy, de szeretlek, meg a között, hogy a gyerek érzi, hogy ezt most ő maga vitte véghez, és átéli azt, hogy tehát a sikerélményt át tudja élni. És amikor én átélem azt, hogy a kísértések, a félelmek, a akármilyen próbatételek között én a jót cselekszem, akkor felismerem, hogy hát én isteni természetem van, mert meg tudtam ezt csinálni. És szerintem ez nagyon fontos. Hát igen, a magvető példázat az konkrétan erről szól. Hogy ne mondjátok azt, hogy az Isten oldalán van a különbség, mert az ige az ugyanaz, a Szántóföld miensége pedig eldönti, hogy terem vagy nem terem, vagy 30-60-szor annyit. Amúgy minden kegyelemből van. Igen. Egy szót nekül is. Mert ide címezte is. De nem kontrasztom, azt érzem. Nem, de ha úgy van, tehát ez nincsen semmi baj. Tehát az is egy nagy probléma, hogy egymásnak esünk, hívők, és azt gondoljuk, hogy mindenkinek egyformán kell tudnia. Hát, na, az, na. Teljesen máskor kezdünk, teljesen más megértése, teljesen más képpel, teljesen, és itt fel is kell szabadítani mindenkit, hogy nem érjed magadat a másikhoz. Tehát ezt hagyd abba, ezt mindenki hagyja abba. Tehát apukám azt mondja, hogy evéskor mindenki nézze a saját tányérját, tehát ez tök egyszerű. Tehát, hogy nem akarsz magadnak rosszat, és ilyen Jézus is, ő úgy beszél Isten, hogy ha nem akarsz magadnak rosszat. Egyébként pont mondtad a fát, hogy tehát pont Bill is mondja, van mindig két fa. Mindig van két fa. És ő azért jött, mert egy másik hang társult ahhoz, amikor te nem úgy döntesz, ahogyan neked jó. És a másik hangot nem ő találta ki, csak az felhangosodott. És elég kemény a dolog, mert így aztán rossz sincs, de van. A rossz ott van, mert még a rossz is a javunkra válik, mert abból megtanulsz, hogy emeld a lábad, hogyha a küszöbön akarsz átmenni. Ez nem kell hívőnek lenni, emberek. Csak szeretőnek. Elesik a gyerek, akkor még utána a szülő jön, akkor utána persze lehet, hogy nem fog elesni, de lehet, hogy nem fog átmenni egy küszöbön sem. Melyiket akarjuk? Melyiket akarjuk? És a vallás ebbe segít, hogy üljél benne a sarokba, mert ott egy küszöb, és a küszöb, amelyik nem volt démonizálva, egyszer csak akkora lesz, amin egy kisgyerek így átfut, és kint már játszik, a felnőtt, akit meg nyomorítottak, és a vallás még besegített, az meg ott ül benn, mindenki kint játszik a napon, és ő meg vallja, hogy kint nap van, és én az enyém a nap, és én vallom, és én kint játszok már, és már kint vagyok, és közben bennül, és nyomorult. Nyomorult. Ez nagyon szabad bennem. Gáz. És pont ma beszéltem valakivel, hogy tehát nem baj a másik fa. Egyszerűen, amit te is mondtál, hogy és ez csak úgy működik, hogy ő nem akarja sehogyan másképpen, sose akarta. Nincsen, hogy rákapjunk az ő ízére. És az alapján döntsünk az ő fája mellett, és ha nem döntünk ő mellette, megmondom, nincs kárhoztatás. Nem cseszted el. A végkép szempontjából, mert minden a javunkra válik. Amikor azt mondod, hogy bocsánat, tök egyszerű, neki mész valakinek, nem figyeltél. Azért mondod, hogy bocsánat, mert észrevetted, hogy neki mentél, tehát nem jó úton jártál. Ez ennyire egyszerű. Azt gondolom, hogy sokszor nem vagyok magam számára is se érthető. Tehát az jött egyből, hogy le kell egyszerűsíteni. De le kell. De nem, tehát ez arról szól, hogy hibázhatsz, és a bocsánat azt jelenti, fölismerted, hogy nem jó neked, ha belerúgsz a küszöbbe. És ha te 10-szer rúgsz bele. Tehát mindenki máshol veszi észre. Mindenki. Isten azt akar, hogy én béké hagyom őt, ott várom, sőt suttogok neki, hogy gyere, de én olyan térdet csináltam neked, amit tudsz emelni. Ne laposan csináld.
de olyan szépen mondja a Szent Szellem, olyan szépen, ha sose lesz kárhoztató, megmondom, ember sose tud olyan jól segíteni, mint ő, sose. A legjobb szándékottal se, ezért sokszor észrevezem, hogy ha egy picit hallgatok, akkor jön, és megmondja a másiknak. Én még nem látom embert, aki jókor tud segíteni, de nagyon szeretünk inteni. Az olyan jó hangzik, mert azt föl tudjuk fogni, de azt testileg föl tudjuk fogni, mert az jó, mert husánk, pálca, azt, ha nem megy a ló, odaba vágod, oda teszi a... Igen, oda teszi, csak nem olyan széles a mosoly a száján, és nem úgy szeretné. Tehát akkor, amikor mész a háborúba, akkor nem emelheted föl mind a két kezedet, hogy kardot tartsál benne, már mondom, húzni kell lovat, mert nem a tiéd. Isten olyan kapcsolatot akar, és csak az a kapcsolat van meg, bármiben a földön is, ahol két karodat a levegőbe tudod tenni, és a tiéd. Csak az a kapcsolat a tiéd. Amelyiket húzni vonni kell, az nem kapcsolat. Az nem kapcsolat. Nem az, amelyiket ő akar. Tehát... Én szerintem, és ezek így vannak, ez de szerintem így... ő inkább arra gondol, hogy amit te is mondtál, hogy van a másik hang, igen. Hogy amikor az életben vannak szituációk, és én a saját életemet ismerem jobban, mint a tieteket. Nagyon, nagyon sok olyan... Mekkora kijelentés. És én a sajátomról tudom, hogyha most visszagondolok... Voltak, ahol nem szerintem. Ha visszagondolok, akkor sok olyan döntésem van, és döntéshelyzetet tudok most magam elé képzelni, amikor akár jól, akár rosszul döntöttem, de emlékszem arra, hogy mind a kettő opció ott volt, én választottam, és a kimenetel, most lehet, hogy 20 év távlatából, vagy 10 év távlatából majdnem mindegy, de a köztes részsikerek, kudarcok, vagy csak az, hogy hát sokkal könnyebben lehetett volna ezt az elmúlt 8 évet csinálni, mint ahogy csináltuk, és emlékszem, hogy vaciláltunk és éreztem, de végül ezt döntöttem. Tehát, hogy ilyen értelemben például ott van, ha megnézzük megint csak a kivonulást. Mózes ugye egy kicsit elkapkodja a dolgot, a megígért 400 évből lesz 430, utána ők egy év velet, mert azt mondja, az Isten látta, hogy még nem annyira önállóak, és nagy a hitük az Istenben, inkább egy kicsit kerüljünk. Akkor egy év alatt megérkeznek, ahova meg kell, majd full kemény a szívük, nem hiszik el, hogy az Isten képes őket ott bevinni, és 40 év kerülő van. Most a 30 év meg a 40 év, az kiad egy generációt, tehát az a generáció sajnos ott elaludt a pusztában, és Isten akarta, nem Isten akarta. Egész egyszerűen jöttek a lehetőségek, és nem éltek vele. És nem lehet azt mondani, hogy hát mert az Úr találta ki így, és lehet, hogy hosszú távon most, meg mit tudom én már Jézus korára, Izrael államnak, meg történelmének, amúgy teljesen mindegy, hogy most ott 400 vagy 470 év lett, mire ők oda bejutottak, de mégis ők ott, nekik ott, annak a generációnak nagyon nem volt mindegy, hogy ott mi van. És a mi életünkben is szerintem, amire te gondolsz, az, hogy én még olyat nem láttam a Bibliában, akármelyik karakter életét veszem górcső alá, hogy a lábát feltéve, szivarozgatva és viszkikollát piálva, úgy jött volna a kijelentés, és magától az Isten oda tette volna, ahol neki lenni kell. Tehát a sálom az, amiről mindannyian beszélünk, az én úgy gondolom azt, hogy az Isten akaratát keresem, közösségben vagyok vele, és amikor egy döntéshelyzet van, akkor az alapján döntök, hogy melyik nem zökkent ki a sálomból. Nem pedig az, hogy mindegy, majd az Isten. Így is, úgy is. Tehát tök mindegy, hogy mit csinálok, majd az Isten akarata megvalósul, mert az lehet, hogy úgy az emberiség egész történelmét Ádámtól visszajövetelig igen, de az én, meg a mostani körülményeimre, meg akikre nekem hatásom van, azokra viszont nagyon is az én döntésem az befolyásolja. És nyilván mindig az a csodálatos Istenben, hogy ugye mindig adja az új lehetőségeket, tehát nem arról beszélünk, hogy elrontottad fiam, akkor hello, hanem abban a pillanatban van a többi, csak ott is nekem kell dönteni, és ezben egyébként a gyönyörű, hogy én átélem azt, hogy elrontottam, de harmadikra felismertem. És már jól döntöttem. Jó, és harmadikra és így eljutok. És egyébként szerintem az is nagyon fontos, hogy ha az Isten irányít mindent, Edinának mindjárt szót adunk, akkor azzal az a baj, hogy ha most én megnézem, hát nem tudom, kisországunk, vagy a kis népünk, vagy az emberiség történelmét, és ott mindenre ráhúzzuk, hogy az Isten azt jóvá hagyta, akkor nem fogsz benne hinni. Mert az egy olyan szörnyű Isten, ami ezt mindegyiket aláírta, hogy ez mehet fiúk,
hogy ott, ahogy szokták mondani, ugye azt bármelyik civilizált társadalom életfogytiglanra ítéli meg, hogy veszélyes. Ha még végignéztem, meg akadályozhattam volna, de azt mondta, hogy nem baj, majd valami jót kihozunk, hanem egész egyszerűen sajnos az emberek szabad akaratán keresztül cselekszik, és szerintem pontosan az a hang az, ami ott a, csak ugyan a kígyó, azt suttog ma is, azt suttog, hogy ne látod, de hát az Isten megengedte. Tehát ha meg akarta volna, hogy történjen, már 3 év alatt megtörtént volna. Tehát szerintem, és én nekem itt megint leegyszerűsödik a dolog, Jézus, a tökéletes teológia, és oda mérem az Arigót, és Edinának megadjuk a szót. Dolog nincsen átben, csak hogy amit így mondtatok, hogy mennyire nem csak úgy van, hogy akkor az, csak úgy jönnek a kijelentések úgy spontán, hogy én azt tapasztaltam meg a saját életemben, hogy igazából az időtöltés, a Jézussal való időtöltés az, ami meghozza ezeket a dolgokat, és hogy ez nyilván abból a szerelemből adódik, ami kialakul ő és én köztem, és abból a bizalomból, hogy tudom, hogy ő jót akar nekem. És még egy dolog, ami így eszembe jutott, hogy a legnagyobb kijelentések azok nem úgy jönnek, hogy bennem vannak ilyen kérdések, meg nem tudom micsodák, és akkor várom, hogy majd az Úr át vagy bét mond, vagy nem tudom most kimenjél a boltba, vagy nem tudom, hanem hogy csak így hagyod, hogy ő azt mondjon, amit akar. És számomra én olyankor éltem át a legnagyobb vezetéseit az Istennek, amikor így nem volt bennem semmi elvárás semmivel kapcsolatban, hanem csak hagytam, hogy az Isten mondjon, amit akar, és hát igen, azt hiszem, hogy akkor adunk neki olyan szabad teret igazából, hogy valóban tényleg el tudja mondani azt, hogy ő mit tervez és mit akar, és mi az ő vezetése bármilyen területen. Triviális példában iskolában dolgozom, és udvaron van ügyelet, a tanári ügyeletes most nincs a suliban, mert a kislánya beteg, és bejöttek a gyerekek, hogy lejön-e valaki ügyelni. És így megszólalt Isten, hogy menj le, és nekem abszolút semmi kedvem nem volt, nagyon, tehát nincsenek lyukas óráim, és nagyon kellett volna az a szünet. És ott vitatkoztam Istennel, hogy hát most nem meg akarom inni a kakaóban, még mosóba el akarok menni, de menj le. És fogtam magam, lementem, és már menet közben a lépcsőben mondta Isten, hogy mennyivel jobb lesz kint, mint lent a tanáriban, abban a negatív légkörben. És lementem, és az egyik, nem tudom, hírizból ennyire, nem szokott beszélni. Szóval az a lényeg, hogy lementem, és olyan szinten megkönnyebbültem, hogy teljesen feltöltöttem abban a 10 percben az udvaron, az egyik diákommal meg tudtam beszélni valamit, amit ha kint vagy bent a folyosón beszélek meg, akkor lehet, hogy annak van olyan türelmem hozzá. És ma ugyanez a szitu, az a tanár még ma is hiányzott, ugyanúgy ügyeletes volt, és bejöttek megint a tanárival a gyerekek, hogy lejön valaki az udvarra, és akkor megszól az egyik kollégám, hogy szerintem senkit nem fogtok találni, akivel megy, és automatikusan elindultam. És annyira jó érzés volt, hogy már nem vitatkoztam Istennel, hanem egyszerűen csak jött, hogy lemegyek. Szóval lehet, hogy ez kicsit triviális példa, tehát ilyen nagyon... Ilyen kell. Vagy például biciklivel járok dolgozni, szakad az eső, és szól is tudom menni biciklivel. És gondolkoztam, ki az a bolond, aki ilyen időben elindul biciklivel dolgozni, és mire a 8. emeletről leértem a biciklimmel liftel persze, a földszintig elállt az eső, és már csak csepergettem, gyakorlatilag átcsepp esőben megúszta, és szárazon beértem megnyik a helyembe. Szóval ezek ilyen tök egyszerű példák, persze az élet nagy dolgaiban azért nehezebb, tehát nem mindig ilyen egyszerű, én is követek el hibákat, de sokkal jobb így Isten hangját követni, úgy gondolom, mert az olyan megbékélést és nyugalmat ad az életemben, és így tudok jó példát mutatni a környezetemnek, akár a suliban, a gyerekek között, vagy a kollégáim előtt, hogy néznek, hogy az ilyen bolond, hogy lemegy ügyelni, és közben tök boldogan jöttem. Mondtad, hogy ez ilyen mennyire triviális, meg kis dolog, de hát a Szent Szellem
hangját meghallani, finom hangolni, azt érdemes kis dolgokban, aminek kvázi nincs tétje, mert valahogy én úgy gondolom, hogy sokszor beleesünk abba a hibába, hogy nem idézőjelben a túl kicsi dolgokra azt mondjuk, hogy hát most tök mindegy, és egyébként tök mindegy. Tehát tök mindegy, hogy biciklivel mész vagy nem, valószínűleg még az is majdnem mindegy, hogy végül lemész oda vagy nem mész le, de hogyha a szíved elkezd rászokni arra, hogy hallod az Isten hangját, megteszed, te egyre nyitottabb leszel, egyre jobban meghallod, és vissza is tudod, tehát jobban meg tudod különböztetni, hogy mi a hangulatod, mi az Isten hangja, stb. És amikor van egy olyan helyzet, amikor viszont marhára nem mindegy, és kell dönteni, akkor ugye van az ember mögött annyi tapasztalat, az egyébként kis orderei döntésekben, hogy olyankor úgy szokott lenni, hogy, mert én az én életemben azt tapasztalom, hogy legkevesebb az a szituáció, amikor van egy fontos kérdés, és akkor imádkozom, és így úgy amúgy, és akkor érzem, hogy ebbe 90% a bizodalma, ebbe 10. Nem, hát ez legtöbbször 55-45, vagy nem tudom, jobb, hogyha 60-40. És akkor azok a tapasztalatok, az ilyen kis idézőjelben jelentéktelen dolgok, pontosan azok, amikor az ember meg tudja, mint a nyelvet is, amikor tanul, akkor pontosan azért érdemes olyanak lenni, mint a kisgyerekek, mert a kisgyereket nem érdekli, hogy rosszul ragoz, hogy nem jól képzi a hangot. Felnőttként megtanulni egy új nyelvet sokkal cikibb, mert hát most itt vagyok 30 évesen, és hülyeségeket fogok mondani, de csak úgy tudom megtanulni, hogyha gyakorlom, és hallom, hogy a másik, hogy mondja, megpróbálom kimondani, nem sikerült, de megértetted, és akkor tehát gyakorlatilag a Szent Szellemmel való kommunikáció, és az ő hangjának a meghallása, ami legtöbbször az ilyen intuíció, egy ilyen gondolat, hogy mi lenne, ha, vagy de jó lenne, vagy arra érzek késztetést, hogy megtegyek valamit. Ez ugyanolyan, mint egy nyelvet megtanulni, hogy érzem, ellen is állhatok, nem is, és lehet, hogy egyébként egy csomó helyzetben nincs is akkora tétje, csak az a tétje, hogy én egyre... Úgy szoktam csinálni, ha vannak ilyen döntések, vagy jönnek kisebb, nagyobb, úgy szoktam csinálni, megnézem azt, hogy ami frusztrál, azt elhagyom. Ahol csak erre figyelek, hogy frusztrál, akkor elhagyom. És megvárom a másikat, másik hangot, hogy szólaljon meg. Na, általában akkor szoktak jönni az idegesítő emberek, akkor szoktak mérgelni, és akkor azt csinálom, hogy lenyugszom, és megvárom, míg visszatér az ige arra a gondolatra. És akkor visszatér, akkor azon megyek. És akkor az mindig visz. Így szoktam csinálni. De olyan jó volt hallgatni, nem akartam sehol közben szerint, csak egyet kötnünk. Amúgy mindent kimondhatok, úgyhogy nem ismétlem el. Hál' Istennek. Hogy szerintem, tehát a látszólag feleslegesnek, vagy nem igen, fontos, igen. Szerintem nagyon fontos. Tehát valószínűleg ugye ezt mondta az egy talentumos szolga, és szépen elásta, nem foglalkozott vele, és szerintem azt az egyet is elvették, és odaadták annak, aki meg foglalkozott vele. És szerintem ezeken, tehát hogy a kicsiken mik vagyunk, akkor nagyon leszünk. És mindig ezt tapasztaltam, hogy amikor tudtam egy kicsin hű lenni, ugye te mondtad, hogy néha egy döntés fáj, amikor először kellett adnom valakinek 20 000 forintot, azt mint a fogam tépték volna. De hogy nagyon, nagyon, nagyon rossz volt, mert egyiket nem is az én pénzem volt nálam, tehát hogy tudtam, hogy nem csak hogy odaadom, hanem hogy még ezt be is kell pótolnom valahogy, és az Úrnak a kegyelmét tapasztaltam meg utána szinte rögtön, tehát hogy amikor a kicsiken hűtünk lenni, akkor tök jó dolgok jönnek. Úgyhogy bármilyenkor érdemes. Nagyon sokszor tanítok Isten arra, hogy ráhagaszkodj a dolgokhoz. És hát mit tudom, voltak ilyen... Vicces lesz, hogy püspániás vagyok, és például a püspököt nagyon nehezen vártam meg, mint az éves koromban is. És már úgy tényleg mindent úgy éreztem, hogy el tudok engedni, már kicsit így várom és feregettem magam, hogy uram, bármit mondasz, én nézem, és mondjad, és odaadom, és pénz, bármilyen, lóparipa, fegyver, mindent odaadok. Egy volt a Biblián, azt. Tudjátok, aláhúzva, kicki, ígéretek, dátumok, minden, kidekorálva az egész többi 10 évnek a termése, így bennem áll, alig állt meg szegény a lábán. És
És akkor egyszer így egy karácsonykor otthon voltam, és közölte az úr, hogy az unokatestvéremnek, az unokabölcsémnek adjam oda. Na, az volt ez, hogy... Hát bármi tudom, de azért ezt nem gondoltad komolyan, ugye? Tehát, hogy... 10 plusz esetleg? Tessék? 10 plusz beváltható? Bármit hajlandó lettem volna, értem? Hát tudod, a kincseim voltam benne, hát hogy mondom, ezeket hogy írom ki? Két napig röhelyest, gondolom, két napig körmöltem kifele belőle, mert hát azért ismerem annyira az hangját, hogy tudom, hogy jobb lesz nekem, ha odaadom, ha egyszerű azt mondja, de nagy morogva kiírogattam, és nem volt pont itthon az unokaöcsém, mikor én elmentem, úgyhogy betettem a bőröngyébe egy kis szentlivel, hogy ezt az úr küldje neked szeretettel. Na azért még hazamentem, még lamentáltam, hogy mikor a vadonatot, Bibliát előtt vettem, hogy kezdhetek előről mindent, és nem tudtam mindent kiírni, és uram, különben is. Körülbelül délután, bár még a reptérről hívott a csikém, majdnem sírt. Tehát ilyen könnyes szemekkel, vagy ilyen hangon, hogy el nem tudom képzelni, hogy ez neki meg mekkora dolog. Előtte tért meg egy fél évre, és azt mondta, és tudni kell, hogy ő diszlexiás. És azt mondta, hogy mielőtt eljött, ez volt az első konkrét imádság, hogy azért imádkozott, hogy ő nem tudja olvasni az igét, mert küzdött vele, mert ugye diszlexiásként nem tudja úgy átlátni. És hogy szeretné megérteni, és hogy nem lehetne valamilyen előre emésztett Bibliára neki szüksége lenne, hogy tudja olvasni az igét, de hát honnan kaphatna ő ilyet. És ez egy konkrét kérdése volt az úrhoz, hogyha ezt ő megadja neki, akkor ő aztán ez a radikális, akkor ő bármit el fog hívni neki. Hát így úgy beszélgettem, hogy ezt nem tudom mondani, és olyan hálás voltam az úrnak, hogy hihetetlen, és nem fogjátok elhinni, így két hónap alatt majdnem ugyanúgy nézett ki az új Biblia, mint a régi. Tehát az úr bepótolta, és sokkal több ígéretet adott, és sokkal több kijelentést adott, mint amit előtte így éveken keresztül, úgyhogy ez nekem egy annyira, de ez, erre mondtam ezt a, tehát hogy valamikor olyan, amikor húzzák a fogadat, úgy érzed, de hogy utána Isten, ha abba beleállsz, akkor áldásokat ad, hogy ez valami hihetetlen. Én csak ezt akartam mondani. Mind abból mondta, amit hitt, amit értett, amit tudott. Meg sokszor beszélünk úgy, mondjuk akkor én, hogy... Példakedvéért csak. Hogy, és ezt a suliban megtanulja az ember, akkor lefelelünk egy tantárba, azt se értjük, hogy mi van, csak el kell mondani egy olyan hosszú szöveget, amihez semmi között, nem is érted, még, és láttam gyerekeknél ilyen dolgozatokban full hülyeségeket, mert valahogy elolvastad, de nem is értette, és megkapta a pontot, de jó, kész. És megszokjuk, hogy évtizedeken keresztül olyan szavak, meg olyan gondolatsorok jönnek ki, amihez semmi közünk. Tehát nem, hogy nem hiszünk benne, mert nem is érdekel, utáljuk is, de kijön a szánkot. És akkor hirtelen, az újjászületés után nehéz rögtön váltani, hogy azt tényleg komolyan gondolta. Igen. Mert amint az átjár, és amit, hogy ha tudnánk, vagy amikor tudunk úgy beszélni, akkor, mert azt mondja, hogyha a szívedben hiszed és nem kételkedsz, akkor meg lesz, amit mondtál. A mondás. Tehát, hogy a mondás mögött mi van? Van egy információ, hogy hallottam X-Felix-Felix-től, és hogyha az jó dolog, az sokkal jobb, mint ha hülyeséget mondanánk. De még nem az, mint amit megértettél. És sokszor ilyen, szokták mondani, hogy Afrikában miért gyorsabb mondjuk egy gyógyulás, vagy mit, mert ilyen hülyeségeket nem be... Tehát jó, vannak értelmes dolgok is, amiket tanulunk, de egy csomó minden dolog nincs benne a fejükbe, hanem tudják, hogy most azt meg kell öntözni, mert nem öntözöm meg, vagy ha nincs, hogy kiszára. Szóval értitek, hogy értelme van annak a pár szónak, lehet, hogy nem annyira akadémikus, igen, de annak van értelme. Igen. És amikor látja, hogy jön Jézus doktor és meggyógyít, akkor neki mindegy, hogy éjsz, vagy nyaktörés, vagy izénáta, azt tudja, azt ő komolyan gondolja. És megy, és akkor megszégyenülnek a nagy evangélisták is, ez konkrét eseteket mondtak el ők, akik szégyelték magukat, hogy ezek a kis friss hívők, ezek teljesen tisztán elhitték azt, amit hallottak. És hogyha ebbe sikerül közelíteni, mert azt mondja, Jézus, te beszéded legyen igen, igen, nem, nem. Most ez nem azért, hogy ennyi, mit mondtál, hanem tényleg az nekünk a legjobb, hogyha úgy tudunk beszélni. Persze sokszor az egy nagyon nagy kihívás, hogy tényleg azt mondjad, mert csinálhatod azt, még a bolond is bölcsnek ítéltetik, amik hallgat, hogy nem mondasz valamit. De az még mindig jobb, mint mondani valamit, amit te se hiszel el, igen, és olyan relatív minden.
az ember saját beszédét nem hiszi el, akkor Istennek se fog hinni, az igét se fogja úgy fogadni, akinek ígérgettek a szülei, hogy megkapod, megkapod, sose kapott semmit, annak nehéz az ígéretekre így ráállni. Ó, persze, ígéret, jó, persze. Vagy aki azon az elven él, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. És akkor mondok valamit, mindegy, meg a gyerekeknek, az nagyszülők szokták, úgy se érti. Most innentől kezdve gyerek felnő, nagyban olyan hülyeségeket beszélt mindig. És akkor ez nem tudatos, de úgy átítatja, hogy itt mindenki hülyeségeket beszél. Viszont ha ennek kialakul egy kultúrája, már jó értelemben, hogy komolyan mondom, hát azt mondom, akkor azt úgy is gondolom. Imádkozni is lehet úgy, hogy jaj, most szünet még church-be is, lehet x, mindegy, most nem pont nálunk, ugye általában, de lehet úgy imákat hallani, hogy ki kell tölteni az időt, és nincs benne semmi, csak daráljuk azt a bizonyos, tulajdonképpen igazságok, meg jó dolgok vannak benne, de érzed azt, hogy az innen torokból jön az egész. Tehát nem fakad fel. Tehát még ha meg is érint egy gondolat, de itt elakad, innen visszajön, de az nem egy ilyen emésztési dolog, tehát nem egy ilyen megrágás, hanem csak így, jaj, de úgy már jön is ki. És tényleg lehet, hogy jó. Még az is lehet, hogy valakinek az áldás, de igazán nem változtott meg. És az milyen jó? Az a Jónás, ugye, amikor mondta, nem is akartam ide jönni, tudtam én, hogy te ízzél megbocsátod. Semmi áldás nem ért át, a ninivejek igen. Ők átértek. De Jónás miért haragszom, mint halálig, és itt van vége a könyvnek. Ő ennyi. És ugyanakkor meg profétált marha jókat más királyoknál, vagy a krónikákban le vannak írva. Meg ő is azért jól látta a dolgot. Itt ebbe a projektbe ő úgy részt vett engedelmességből, meg is tette, amit kellett, de neki ez, nem tudom mennyit használt, mindegy. De olyan jó az, amikor csinálunk valamit, és úgy benne vagyunk, hogy nekünk is használ. Hogy aki más felüdít, maga is felüdít, ne csak más üdüljön fel, hanem mindenki egymás hit által felbúzva, és tényleg, amikor úgy sikerül elhinni valamit, hogy az úgy jön ki belőled, azt leérzi az is, aki hallgatja. És akkor van az, hogy hitből hitben. Igen. Most ez nem volt új más dolog, amit mondtam, csak annyira úgy... Na. Ez ennek a Jézusozásnak a lényege, hogy életed van, és ez benned ott van, bugyog, és ezt nem kicsinyítheti le senki, se senkinek nincsen joga hozzá. És amikor te elindulsz, akkor ebben nincsen mérték, hogy jaj, az csak olyan, meg olyan. Az az első, hogy szoktam bátorítani rögtön, hogy jaj, ez csak ilyen bizonyság, hagyd abba rögtön. Nem a bizonyságot, hanem mondjad, hagyd abba az önbádlást, hagyd abba a kicsinyítést. Nem. Nem, Isten tudja. Isten tudja, hogy téged hogy akar megerősíteni a hangjának a hallásába. Ez senkinek semmi köze nincsen. Itt titeket is, meg akik az interneten nézitek vissza a videót is, arra bátorítalak, hogy ahogy a Gyula is mondta, hogy ne kicsinyítsd le azt a kis hangot, vagy azt a kis szituációt, amiben az Isten szól, mert pontosan, ahogy itt mondtátok, hogy aki a kicsiny hűre hű, azt az Isten többre bízza. És van ebben, tehát nagyon fontos, hogy ha te nem hallod tisztán hallod, de nem teszed meg az Isten hangját, akkor sem az történik, hogy az Isten berág és nem szól hozzá többet, hanem maximum a legrosszabb, ami történhet, hogy te nem jutsz előrébb a bizalom útján, de az a jó hír, a kegyelem az, hogy ő holnap is szól, sőt, már a következő pillanatban szól, ő nem szűnik meg szólni, tehát az embernek mindig van lehetősége újra felvenni a fonalat, és újra igent mondani, és újra átélni annak az örömét, hogy volt lehetőségem, hallottam, éreztem, hogy milyen jó, megtettem, és látom a gyümölcsét, úgyhogy erre tudok én is bátorítani mindannyiatokat, és magamat is, mert most is vannak rövidebb, meg hosszabb táv dolgok is, amiben az ember így pontosan, most vannak dolgok, amiben ebben vagyunk, hogy eldönteni, hogy a békesség melyikben van. És amit te is mondtál, nekem is talán ez szokott lenni, hogy ahogy mondtam is, nem fekete-fehér sokszor, hanem érzek valamit, és arra figyelek, hogy melyik az, amelyikhez, ahogy mondja a pár, hogy ami nem hitből van, az bűn. És a bűn nem úgy van, hogy az Isten haragszik rád, hanem abban nincs benne a gyümölcs, az áldás. És tényleg, amikor én valamit nem félelemből, vagy valami ellen teszek, hanem abból a meggyőződésből, hogy az Isten jutalma ebben benne van,
akkor az, ahogy te is mondtad, az igen, az az összes többi nemet kiszűri. Igen. Tehát, hogy ebbe a békességbe maradjunk meg, és akkor az ember úgy próbáljuk meghozni a döntéseket, hogy melyik az, amelyik a békességemből nem zökkent ki, és akkor benne tudunk maradni. Amen.